Némi meglepetésre szombathelyi ruhamokkal kezdődött a Balmazújvárosban megrendezett, akár hat pontosnak is minősíthető mérkőzés. A szombathelyek már a második percben kis híján megszerezték a vezetést, ám Szécsi még védeni tudta halmosi életerős lövését. A 21. percben viszont a kitűnő hálóőr sem tudott hárítani, Ramosz parád és mozdulattal továbbította a labdát a kapujába. A hazaiak csupán a második fél időben kezdtek el komolyan támadni, próbálkozásaikat a 61. percben siker koronázta. Fekete királyt megelőzve fejelt a hálóba. A 79. percben Sigér arabuli szenzációs szólóját követően lőtt a jobb felső sarokba, és ezzel kialakította a 2-1-es végeredményt végtelenül büszke vagyok, nem csak ezért a meccsért, hanem azért, amit ezek a fiúk hétről hétre itt művelnek. Hogy a kis csapat, lesajnál csapat vagyunk, úgyhogy az, hogy ilyen meccseket meg tudunk nyerni, az nagyon nagy boldogság, és nagyon nagy büszkeséggel is tölt el természetesen, hogy ilyen játékosai vannak. A haladás a játék képe alapján nem érdemelt vereséget. Még a hosszabbítás pillanataiban is volt lehetőségük a gólszerzésre, de nem tudtak élni sem azzal, sem pedig a korábban kialakított zicserekkel. Az elmúlt pár napban, amióta együtt dolgozunk a csapattal, főleg a taktikai és a technikai elemeket gyakoroltuk. A téli szünetig igyekszünk minél jobban teljesíteni, hogy utána a felkészülés alatt kicsit újra szervezzük a dolgokat. A haladás újabb vereségének köszönhetően továbbra is a Bajnoki tabella kiesést jelentő 11. helyén áll. Legközelebb szombaton 19 óra 30 perckor lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, amikor a Ferencvárost fogadják már az új halistadionban.